Sziasztok, folytatjuk a világbajnokságokat bemutató sorozatunkat, és ezúttal elérkeztünk kezdtünk a hetedik labdarúgó világbajnoksághoz, amely harmadik alkalommal visszakerült Dél-Amerikába, ezúttal Chile kapta meg a rendezés jogát. A tornán két újonc válogatott vett részt. Az egyik az A csoportba került, Kolumbia végül egy ponttal esett ki, de a kétszeres VB győztes Uruguay is búcsúzott, még a szovjetek és a jugoszlávok jutottak tovább az A csoportból. A házigazda Csilla a németek mögött végzett és tovább jutott. Az uruguayák mellett a másik kétszeres világbajnok Olaszország is búcsúzott, már a csoportkörben Svájc pedig nulla ponttal esett ki. A brazilok, akik címvédőként érkeztek Csillébe, megnyerték csoportjukat 5 ponttal, a spanyolok csak az utolsó helyen végeztek, de Mexikó sem jutott tovább. Végül a csehszlovákok voltak azok, akik a brazilok mögött továbbítottak, és a tornán még rendeztek brazil csehszlovák meccset, úgyhogy folytassuk is. De természetesen előtte nem menjünk el a magyar válogatott mellett. A VB Ujjönc Bulgária mellett az argentinokat, illetve az angolokat kaptuk a csoportunkba. Anglián ellen rögtön győztünk kettőjére is, illetve Albert góljaival, ezt követően a VB Bulgária ellen 6 1 es kiütéses győzelmet arattunk, Albert egyébként már az első percben betalált végül három gólig meg sem állt, így bőven belefért egy argentin elleni gól nélküli döntetlen a továbbításhoz. Ezt követően aztán a csehszlovákok jelentették a végállomást számunkra, egy 13. percben egy sérer gólal dölt el ez a mérkőzés, és egy ra a csehszlovákok nyertek, Csilla a szovjeteket, Brazília Angliát, a jugoszlávok pedig az NSK ejtették ki. Az elődöntőben végül a csehszlovákok a jugoszlávok ellen 3-1-re győztek, így bejutottak a fináléba. A címvédő Brazília pedig egy két piros lapot és egyébként hat gólt hozó dél-amerikai elődöntőben verte a házigazda csilét 4-2-re, így tehát a címvédő és a házigazda csatáját Brazília nyerte, így Brazília is megvédhette címét, erre lehetősége lett azok után, hogy bejutott a fináléba, és Csehszlovákiával találkozott. A döntőben a 15. percig kellett várni az első góra, Mazopus révén Santiago-ban megszerezte a vezetés Csehszlovákia brazil együttes ellen, amely aztán felállt, Amarildo kiegyenlített, a második félidőben pedig jött Zito, illetve Vava, és 3-1-re megnyerte Brazília a döntőt. Itt tehát Brazília zsinorban másodszor nyert világbajnokságot, és megvédte címét. Így tehát Uruguay és Olaszország után ismételten lett egy duplázó csapat a világbajnokságon, most már Brazília is két világbajnoki győzelemmel állt. Nem mellesleg Brazília lett, Olaszország után a másod olyan válogatott, amely meg tudta védeni címét egy világbajnokságon. A csehszlovákok történetük első VB döntői tehát elveszítették, a harmadik helyet pedig Csíde tudta megkaparintani. Úgyhogy ezzel véget is ért a hetedik labdarúgó világbajnokságot bemutató sorozatunk. Köszönjük szépen a figyelmet, hamarosan folytatjuk a 66-os VB-vel.